Ez a korkapcsolás mai adása tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál király Tamás, a túlsó végén pedig Robert Cikáztán biztonságpolitikai szakértő. Szia Robert, köszöntünk a műsorban. Szia Tomi, és nagy szeretettel köszöntöm a nézőinket, hallgatóinkat egy borús Jeruzsálemben. Borús, de biztos ágos vagy. Milyen most már elég sok érdekes és aggasztó hírt lehet hallani? de Biztonságos, amilyen biztonságos lehet. Tehát ezek a helyek mindig őrült helyek voltak. Azt hiszem, mikor római hely, a helyőrség volt, az Antonia Felegvárba Jeruzsálemben már akkor egy őrült hely volt, és ez, ez mindig is az marad. De azt hiszem, hogy a népszakhoz képest biztonságos. Mert ja, hogy jönnek a rakétek, Morvai Péter kollégám és barátom a hetektől, ugye kint volt most Izraelben, és láttam, hogy például az ő gépe is késett el a vívból huszi rakéták miatt, Jaj, meg egyébként Péter, hála Istennek, biztonságosan hazaért, de hát ti meg ott vagytok, szóval folyamatosan vannak rakétázások, amennyire látom. Igen, volt ez a ezelőtt néhány hónappal beállítottuk, csináltunk egy finom beállítást a husziknak a kikötőjén, akkor ezen egy eltűnődtek egy ideig, és akkor most vasárnap reggel fölkrákogtak egy ilyen balisztikus rakétát. És most a kérdés az, hogy ezt a rakétát miért nem sikerült, mint olyan sok más rakétát, miért nem sikerült még a, a, az atmoszférán kívül eltalálni ezekkel az ERO, ezekkel a Hetz rakétákkal, amiket Németország is most bespájzol belőlük, és ezekkel kellett volna eltalálni. És akkor, amikor ezeknek vannak, mikor a szétcsapja ez a, az atmoszférán kívül, ez a, ez a nyíl rakéta szétcsapja ezt a balisztikus rakétát, akkor a különböző darabjait az alacsonyabb légvédelmi rendszereknek kell megfogniuk a, a vaskupolának és más ilyen dolgoknak, és valami zavar volt, a, zavar volt az erőben, mert nem, nem, működött a dolog. Tehát látták a rakétát, látták, hogy ki lett lőve a rakéta, látták, hogy közeledik, de valahogy az elfogás nem sikerült tökéletesen, mert a városomtól egy bizonyos távolságra, egy falu mellett ott leesett a fő darabja, ennek a huszi rakétának, és a, törn kisebb darabjai pedig nálunk a város környékén leestek a vasútállomáson, onnan feleségem szokott vonatozni Tel Avivba, tehát és a legrosszabb a dologban, hogy mikor bemettünk a biztonsági szobába, kihűlt a kávé. Ott felejtettem a konyhába a kávét, és kihűlt, és ez, ez volt nagyjából a legrosszabb az egészben. De Be nem, tán... nem tanált el a rakéta a poharadat, vagy a bőrben. De igen, ez kár lett volna egy ilyen lőtéri kutya, a logos pohár, te, bögre teljesen kár lett volna, érte. Egyébként, amikor lezuhan egy rakéta, meg a rakéta darabja, akkor van ilyen rakéta az a Tehát elmennek a helyiek megnézni, hogy hogy néz ki a huszik rakétája? Hát ez volt, de lehet, hogy még most is van néhány ilyen tökkelütőt, akik elmennek ezeket a dolgokat megnézni, de tisztában kell lenni abban, hogy semmihez nem szabad hozzányúlni. Tehát először is, mikor megszólal a riasztás, akkor 10 percig bent kell ülni, mert a, a darabok még potyoghatnak percekkel a, 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 az észterés után. Tehát mondjuk egy ilyen elfogó a szétcsapja azt a balisztikus rakétát, vagy drónt, vagy akármit, még hosszú percekig potyoghatnak a darabok a az égből, is igen veszélyes lehet. Ez az egyik dolog. A másik dolog semmilyen ilyen alkatrészhez vagy darabhoz nem szabad hozzányúlni. Ez lehetnek az elfogó rakétáknak a darabjai, lehetnek a támadóeszköznek a darabjai, nem szabad hozzányúlni, és nem szabad a közelébe beszélni mobiltelefonnal, mert soha nem tudhatjuk, hogy milyen rendszerek vannak benne, amit a telefon gerjesztette, rádió hullámok, vagy az a sugárzás, az be, bekapcsolhat mondjuk egy töltetet. Tehát épesző ember, mondjuk épesző ember nem egy ilyen dolgoknak a közelébe, ha nem muszáj. És még egy dolog, amire érdekes odafigyelni, ha már erről beszélünk, sokan elfelejtik azt, hogy ezek a dolgok néha magasban maradnak. Tehát egy fakoronájában koronájában maradhatnak, egy háztető, egy autónak a tetején. Tehát jó pipiskedni egyet, és ránézni az autónak a tetejére, hogy nincsen rajta valami, valami ajándék egy ilyen támadás után, és hasonló dolgok. Hm. Na hát akkor ezek után szolgálati közlemények, hogy arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornákra, illetve körvonalazódik Robert Cikasztel egy újabb személyes turné még hozzá november környékén, így aztán ha van esetleg olyan hely, ahova szeretnék, hogy menjünk, akkor írjanak nekünk az ultrahang.tv per kérdések oldalon, ha nekem címzik a kérdést, akkor ezt látjuk. Előre láthatóan ilyen november, 10, nem, november 4 -e és 12-e között vannak is már lekötött időpontok, és reméljük, hogy az időjárási körülmények, meg a harc biztonságpolitikai körülmények is lehetővé teszik, hogy Robert Magyarországra érkezzen. Most pedig szokásunkhoz híven azt kérdezném, hogy mi a heti lényeg. Talán két heti lényegről tudnék beszélni. Az egyiket úgy hívják, hogy a, a farok, amelyik a kutyát csóválja, és a másik pedig a katasztrofális siker veszélyei. És mind a kettő Ukrajnához kapcsolódik. Két olyan dologról van szó, ami, ami egyéb mintázatok a geopolitikában, vagy a biztonságpolitikában, vagy a hat hadtörténelemben, ezek egyfajta mintázatok, és mikor arról beszélünk, hogy a farok csóválja a kutyát, akkor olyan forgatókönyvekre gondolunk, amikor egy kisebb proxy, egy kisebb állam, egy kisebb hatalom, sikerül, kisebb hatalomnak sikerül ráerőltetnie a saját stratégiai céljait a nagyobb szövetségeseire. És néha ezek teljesen meglepő irányból jönnek, például nagyon érdekes tanulmányozni azokat az áttételeket, amiken keresztül a kis Szerbia egy egész Európát, egy egész világot rántott bele egy világháborúba például. De látunk más példákat is, látjuk azt például, hogy különböző proxiknak, vagy helyi csatlósoknak a kudar sikerei, nem csak a sikerei, néha a kudarcai is arra késztetnek, külső hatalmakat, beszívnak külső hatalmakat a háborúba. Klasszikus példa erre Németországnak, a hitleri Németországnak a balkáni hadjárata, mikor Mussolini Elindult erre a bal, az albániai kalandra, meg a görögország elleni kalandra, és olyan ügyesen intézte a dolgokat, hogy ez beszippantotta a hitleri Németországot is. Valami hasonló dolog történt, történt az észak-afrikai az észak fronton is. Ott is olyan eh, olyan hadszíntereket volt kénytelen a hitleri Németország megnyitni, amiket nem nyitott volna meg, hogyha a szövetségesei nem rángatják bele ebbe, vagy ezek a kisebb helyi proxy. Sok ilyen példa van a történelemben. És ennek mi adja ennek a mintázatnak az aktualitását ma? Ukrajnának a, 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 a stratégiája. Mert ha jól belegondolunk a dologban, nekem úgy tűnik, hogy ezekkel az állandó é, engedményekkel, vagy állandó é, vörös vonalak állandó átlépésével, ami, amire Ukrajna sarkalja a nyugatot, Ukrajna nem úgy akarja megnyerni a háborút, hogy kap még néhány tankot, vagy kap még néhány vadászgépet, hanem úgy gondolja megnyerni a háborút, hogy ebből beszippantja a szövetségeseit ebbe a háborúba Oroszország ellen. Tehát nekem ez sok hosszú időn át kritizáltuk a, ezt a, ezt a e, vágyvezérelt gondolkodást, hogy na majd az a hardkucsi, na majd az a repülőgép megváltoztatja a helyzeteket. helyzetet, de szerintem nem ez volt Ukrajnának a stratégiája. Az ukrán stratégia az volt, hogy ezeknek a kornátoknak a ledöntésével fokozatosan beszippantja a, a, a háborúba ezeket a nyugati hatalmakat, és most, most gyakorlatilag egy ilyen igen, markáns küszöbhöz értünk ezekkel a, a hosszú távolságú fegyverek tiltását, Oroszország elleni bevetését tiltó é, é, döntések feloldásával kapcsolatos. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy ez az, amit látunk, és ez a, a, farok, amelyik a kutyát csóválja, ez, ez most igen komolyan fenyegeti Európának és a világnak a békéjét. Tehát ez lenne az első heti lényeg. Ez a lényeg, a, és amit látunk, ez egy, ez egy ősi mintázatnak a megismétlése. A másik dolog pedig a katasztrofális siker, hogy miért, miért mi a kockázata annak, hogyha Ukrajna megkapja ezt az engedélyt? Nek a kockázata az, hogy esetleg Ukrajna olyan hatásokat tud elérni, ami, amit ő maga se akart elérni. Tehát kicsit úgy, ahogy a, a Hamas október 7-én, hogy Színvár maga is bevallotta, soha az életében a, a Hamas vezetése nem gondolta, hogy ekkora sikert fognak aratni. Ez a siker aztán ahhoz vezet, hogy most gyakorlatilag Gáza elpusztult, vagy, ugye, ugye a Hamas katonai erejét felszámoltuk. Ugyanezt történt 2006-ban, amikor elvolt a két katonát, és a második a háborút, soha a legvadabb álmaibba Nasrallah úrnak meg nem fordult az, hogy két katon elrablás egy háborúhoz fog vezetni. De ezt, ezt hívják katasztrofális sikernek. És ha egy ilyen ö, ö, eszköz, amit az ukránok bevetnek, esetleg egy egy, egy onosz, ö, stratégiai létesítmény, egy olyan bunker zuhan, ahol esetleg atomfegyvereket is tárolnak, egy olyan radar talán el, amelyik egy ilyen stratégiai védelmi radar, akkor, akkor egy teljesen új helyzetben találhatjuk magunkat. Tehát ez a, két, ez a heti két lényeg, egyik a farok, amelyik csóválja a kutyát, a másik pedig a, a, a katasztrofális siker. A katasztrofális sikerhez kérdezni, hogy oké, okay, csak a katasztrofális katasztrófa az nem rosszabb Ukrajna szempontjában? Itt attól függ. Itt attól függ, attól függ, hogy mi a következménye egy ilyen katasztrofális sikernek. Ha egy ilyen katasztrofális sikernek a következménye egy atomháború lesz, ad abszurdum. láttuk ezeket a, a, vad kilengéseket az ilyen katasztrofális sikerek után, akkor nem vagyok benne biztos, hogy ebből Ukrajna is jól fog kijönni. Hát ez, a, ez, az egy, ez egy extrém forgatókönyv. Sok forgatókönyv van, de ez egy extrém forgatókönyv. De lehet, hogy valamivel ennyi év forgatókönyv az, hogyha mondjuk Oroszország elkezdi módszeresen bombázni Ukrajnának a civil lakosságát. Ahogy ezt láttuk az első, meg a második világháborúban is, meg a vietnámi háborúban is láttunk ilyen megmozdulásokat, vagy Oroszországnak a szíriai Tehát Én nem vagyok benne biztos, hogy amit uh, Ukrajnaik nyer a rében, az nem veszíti el a vámot. És én úgy gondolom, hogy a, ezeknek a támadásoknak a, a stratégiai haszna egyszerűen soha nem lesz akkora, mint amekkora a veszély, amit megpróbálunk kiküszöbölni. Egyébként nagyon érdekes volt látni azt, hogy Putyin elég egyértelműen nyilatkozott azzal a kapcsolatban, hogy mi történne, ha az amerikaiak és a britek engedélyeznék a hosszú hatótávolságú rakéták Oroszország területén történő bevetését amivel kapcsolatban egyébként az amerikaiak nyilatkoztak, hogy ezt nem is engedik, de Putyin azt mondta, hogy ha a nyugat ilyen lépést tenne, az közvetlen harcot jelentene Oroszországgal, és megváltoztatná a háború természetét. És nagyon fontos kiemelni, hogy Putyin itt háborúról beszélt, nem különleges katonai műveletről felmerül a kérdés, hogy mennyire veszik komolyan Putyinnak a figyelmeztetését, illetve ki lehet ez számolni, hogy mit tesz Putyin. Például a Reuters szellemzőjük azt mondják, hogy ebben az esetben akár egy nukleáris tesztet is ö, válaszul kaphatna a nyugat. Hát két dolgot szeretnék ebben a kapcsolatban megjegyezni. Az első dolog az, hogy mikor egy, egy rúgót, mikor összenyomunk, akkor soha nem tudhatjuk azt, hogy melyik az a pillanat, mikor visszarúg. Hát ö, az igazság az, hogy nem tudjuk pontosan kiszámolni a cselekedeteink következményeit, és nem látjuk át pontosan a másik félnek a kalkulusát. Tehát ez egy ilyen igen, igen naiv elképzelés, hogy a mi, racionalit, mi racionalitásunk az ő racionalitása is, és az, hogy a, a másik fél pont úgy látja a pályát, ahogy mi látjuk. Tehát ez, ez általában igen súlyos miszkalkulációkhoz vezetett ez a, fajta, ez a fajta gondolkodás, mikor a másik félben a saját tükörképünket látjuk. Tehát ez, ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy itt nem feltétlenül egy lineáris folyamatról van szó. Hogyha, hogyha amikor pontosan be tudjuk mérni, hogyha mi X-et csinálunk, akkor a másik y csinál. Nem egy teljesen racionális folyamatról van szó. Tehát nem tudhatjuk azt, hogy milyen belpolitikai folyamatok zajlanak a háttérben, mi az a lépés, amit hirtelen az orosz vezető kénytelen meglépni, különben úgy érzi, hogy a saját pozíciója inog meg, vagy belpol, egyáltalán belpolitikai, vagy hatalmi politikai okokból kénytelen meglépni bizonyos lépéseket, amik nem racionálisak a mi szemünkben. Most akkor a kérdés az, hogy mennyire vagyunk, vagyunk képesek előre látni egy fekete hatyú esemény. Ez a, ez, a, ez a, a, dologban. Tehát ezt úgy hívják, hogy az eszkalációnak az ellenőrzése, vagy az eszkaláció kontrollja, és ez egy igen-igen bonyolult dolog. Tehát ameddig atomfegyverekről van szó, addig van egy jól kialakult elmélet, az elrettentés elmélet, meg az eszkalációnak a kontrollja, nagyjából tudjuk, tudjuk ezeket a dolgokat jól menedzselni. Ami a konvencionális elrettentést illeti, ez egy sokkal amorfabb dolog, mondjuk úgy. Hogy mennyire tudja az Egyesült Államok elrenteni a huszikat például, mennyire tudja Izrael ellenteni a Hamaszt vagy a, vagy a Hizbanát. Tehát ezek olyan kérdések, amikre igazán nincs jó elméleti válasz se a szakirodalomban. Tehát a nukleáris stratégia szakirodalmával ellentétben a konvencionális elretentési, nek a szakirodalma nem, nem ad egyértelmű útmutatásokat. És ez az egyik dolog, amit szeretnék elmutatni, tehát gyakorlatilag úgy kell elképzelni a dolgot, mint hogyha egy befestett, vagy egy leragasztott és szélvédőjű autóval próbálnánk manőverezni egy városon belül, egy térkép, egy stoppes, egy stop óra, vagy talán esetleg egy ilyen, egy ilyen Waze segítségével, ami pontos, de azért nem annyira pontos, hogy nem menjünk neki a falnak valahol. Tehát ez a, ez a veszélye a dolognak. Valamennyire tudunk manőverezni, de, 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 egy tejködben, tejködben utazunk, stopperórában órában és egy térképpel. Hát ez az egyik dolog, amit szeretném volna más elmondani. A másik dolog pedig a, a, a minden lépésnek van egy haszna, van egy költsége és van egy kára. És én azt hiszem, hogy itt ebben, a, ebben, a, ebben a, az új ukrán kezdeményezésben a haszon a várható haszon a sokkal-sokkal kisebb, mint a költsége ezeknek. Tehát van egy anyagilag, anyag vagy a pénzben kifejezhető költsége ezeknek a dolgoknak, és az a pénz, amit mondjuk etekem ezt rakétára költöttek, azt nem fogod tudni tüzeségi gránátokra költeni. Tehát van egy csomag. Van egy, az erőforrások végesek, vége, 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 tehát ezt számításba kell venni. És a költségen túl van egy káram, vagy egy veszélye is a dolgoknak. És ami a veszélyt illeti, még, még két dologra. Két dologgal kell számolnunk, az esélyekkel és a tétekkel. Tehát, hogyha már, már valaki szóba keveri a, a másik félnek nem az édesanyját, hanem az atomfegyvereket, akkor, akkor, akkor itt nem annyira az esélyek a fontosak, hanem mi a tét. Tehát bármilyen kicsi is az esély annak, hogy ez a dolog bekövetkezzen, a tét olyan nagy, hogy ez, ez meg, meglehetősen átrajzolja a kalkulusunkat. Még egy dolgot hadd kérdezek az oroszokrához, az aztán majd a Trump elleni merénylettel is foglalkoznak, mert az is fontos, de te szoktad mondani mindig, hogy a közel-keleten aztól nek vagy az rendelkezik megfelelő elrettentő képességgel, akiről tudják, hogy őrült, és adott esetben kiszámíthatatlan, és pont a kiszámíthatatlanságból eredő félelem az egyfajta kontrollt biztosít. És korábban, mintha Putyinnak is ez a híre lett volna, hogy nem szabad Putyinnal szórakozni, mert beveti az atomfegyvert, vagy mert kemény választ Viszont az utóbbi időben meg azt láttuk, hogy Oroszország mégsem adott kellően kemény válaszokat. Szerinted milyen most Putyinnak az ázsiója, és mennyire rendelkezik még azzal a fajta mítosszal, amivel rendelkezett a háború előtt. Oké, okay, hát ha elrettentésről beszélünk, a klasszikus el elrettentés elmélet szerint, akkor ott van mindig, a, ott vannak a képességek, ott van a szándék, és ott van a kommunikáció. Ez a három oszlopa nagyjából a, az elrettentésnek. Most ami a képességeket illeti, azt senki nem vitatja, hogy az oroszoknak megvan a képességük arra, hogy, hogy olyat csináljanak, ami nyolc napon túl gyógyul ami a, a kép, ami a kommunikációt illeti, ez nagyjából össze van kapcsolva a szándékkal, az orosz kommunikáció miatt egyre inkább é, kétségbe vonjuk azt, hogy a szándék ott van-e. Tehát, amikor azt halljuk állandóan, hogy farkas-farkas valaki állandóan ezt mondja, akkor egy idő után elkezdjük, a, elkezdünk, elkezdjük kétségbe vonni, hogy a szándékai komolyak, hogy tényleg komolyan gondolja ezt a dolgot. És pont így kopott meg az Egyesült Államoknak az elretentése, úgy Oroszországgal szemben, mint itt a közel-keleten. Tehát, mikor mindig azt kommunikálod, hogy valami borzalmasat fogsz csinálni, és nem csinálsz semmit, kicsit úgy, mint az irániak támadása Izrael ellen, az iráni bosszú, akkor egy idő után. Először, először, kételkedni kezdenek a szándékodban, utána pedig nevetségessé válsz. Tehát én, én, és én pont ettől tartok, hogy ez egy ilyen törésponthoz fog, fog, vezetni, mikor Oroszország úgy érzi, hogy egy drámai lépéssel vissza kell, vissza kell tekerni ezt, vissza kell húzni ennek a, ennek a papírsárkánynak a, 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 a zsinegét, vissza kell tekerni arra a spulnira, én ettől tart. Tehát fölépíteni az elrettentést az, az, általában hosszú időben telik, és igen komoly erőfeszítésbe telik. Elveszteni nagyon hamar elkopik az és Ez kicsit olyan, mint a, az, az aerob mikor abba hagyjuk a futást. Tehát ez, ez igen hamar elveszi, elveszíti az a, a, az elrettentő képességét, és ahhoz, hogy ezt helyreállítsuk, hogy a egy komoly erőt kell kifejteni, és igen, egy kockázattal járt. Én ettől a, ettől a drámai lépéstől tartok, amivel, amivel Oroszország esetleg megpróbálna helyreállítani a, 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 az ellenfelének a hitét abba, hogy az a szándék még ott van. Viszont nincs ebben egy ilyen időablak elcsúszás, vagy egy rossz időzítés, hogy amikor erőt kéne demonstrálni, akkor nem demonstrál erőt, amikor meg már mindegy, akkor meg túlzásba viszi az erőt demonstrációt, és ezzel lángba burítja az egész világot. Igen, pont erről van szó. Tehát, hogyha ha időben mutatunk eltökéltséget, mutatjuk, itt, ha időben mutatjuk meg, hogy meg, megvan a szándékunk, és megvannak a képességeink, és ezt ügyesen tudjuk kommunikálni, és most megérintettem mind a három osztopát az elrettentésnek, akkor, akkor, szuper. Hogyha valamelyik hiányzik a háromból, teljesen mellékes, hogy mi hiányzik. Miha megvannak a szándék, megvan a képesség, csak a kommunikáció nem jó, nem tud jól kommunikálni. A klasszikus példa erre a 67-es háború előestén Izrael, mikor az akkori miniszterelnök egy ilyen egy rosszul, összeállított beszédet adott le betegen dadogva, egy borzalmas borzalmasan rossz kommunikáció volt, és a gyengeséget, gyengeséget sugárzott. É, ugyanakkor a szándék meg a képességek megvoltak, és mikor lezuhanta, lecsapott a, 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 a fejszakos, senki nem értette, hogy honnan jön ez a hirtelen izraeli támadás közben. A kommunikáció nem volt jó. Tehát én úgy gondolom, hogy ha mind a három oszlop a helyén van, akkor az elrettentést föl tudjuk tartani. Hogyha az egyik inog, és Putyin esetében egyértelműen inoga ez a, 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 a szándék kapcsolatos oszlop, akkor ott igen rossz dolgok történhetek mind a két fél számára. Tehát ez, ez rossz Oroszországnak, és rossz a másik félnek is. Ugye a másik, amit megte te mondtál, hogy amikor a farok csóválja a kutyát, hogy ott meg a kommunikáció megvan, csak a képesség az nincs feltétlenül arányban a kommunikációval. Igen, 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 abszolút. Na, újabb hír letartóztatta a Palm Beach megyei rendőrség azt az 50 év körüli férfit, aki a gyanús szerint merényletet tervezett Donald Trump volt amerikai elnök ellen. Méghozzá az történt, hogy 250-450 méterre volt Trumptól, aki éppen a Trump International Golf Club területén golfozott, és a titkos titkosszolgálat ügynöke azután adott lelövéseket, miután egy AK-47-es típusú fegyvert vett észre a bokrok között, ahonnan egy férfi is előbukkan, a golfpálya széléhez közeli bokrokban találtak egy fegyvert, egy csövet, egy hátizsákot és egy GoPro kamerát is, és elvileg a férfi Ryan Wesley Root, aki 2023-ban azt mondta a New York Timesnak, hogy segíteni akarja az ukrajnai háborús erőfeszítéseket, és afgán katonákat akar toborozni, akik elmenekültek a tálibok elől. Mi történt? Hiszem, hogy a tényekkel mindannyian tisztában vagyunk már a hírekből. Nagyjából összefoglaltad a dolgokat, amiket tudunk. Ami a nagyon érdekes dolog párhuzamba állítani ezt a merényletet az előző merénylettel. Tehát mondjuk úgy, hogy az előző merénylő nekem úgy tűnik, hogy talán. Taktikailag, taktikailag okosabban tervezte meg a dolgokat, a, a távolság, meg a fegyverkiválasztása, meg a tető, meg stb. Viszont politikailag nem volt egyértelmű motivációja. Tehát politikailag egy ilyen vegyes páros volt, nem lehetett egyértelműen egyik politikai oldalnak a nyakába se varni azt a kelekotya figurát. Ami viszont a, 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 a mostani támadót illeti, ez egy egyértelműen egy baros aktivistáról van szó. Látjuk azt, hogy talán a, tudom én, a a, a, taktikai elképzelései talán kevésbé voltak fényesek, nem tudta annyira megközelíteni Trumpot a fegyvernek a kiválasztása se ideális, talán egy ilyen 400 méteres távolsághoz. É, azért az AK, nem, nem egy mesterlövész fegyver, de politikailag teljesen egy Értelműről van szó. Tehát itt, most nem lehet semmit a kommunikáció körül. Tehát egyértelműen egy szélső valós aktivistáról van szó, aki szélsőségesen Ukrajna párti szélsőségesen Izrael ellenes volt az összes megnyilvánulásában a, mi, a közösségi médiában. És még egy dolog, ami nagyon-nagyon érdekes, egy érdekes ellentétben áll a, a, a emberrel, fiatalemberrel, hogy itt most a birtokunkban van a a, a, a szociális média csomagja az illetőnek. Tehát nagyjából, tehát pontosan tudjuk, hogy kiről van szó, miről van szó, hogyan kommunikált a múltban. Tehát nagyon érdekes összehasonlítani a két merényletet. Ezt most, amit csinálok, ez csak ilyen on the fly hogy angolul mondják, így men menet közben próbálom ezeket a párhuzamokat felállítani a két dolog között. És ami a legszomorúbb a az, hogy látjuk, hogy a motiváció nem csökkent. Tehát a, a Trump személye, meg az a, ez a fajta demonizálás, ami Trump körül folyik, hogy Trump veszélyes a demokráciára, Trump rosszabb, mint Hitler, vagy rosszabb, mint Mussolini, meg ezek a dolgok, ez, ez nem csak egy ö, megteremti a morális alapot, hanem egy morális kötelezettséget, egy imperatívus állítson abban a kapcsolatban, hogy mindenkinek, mindenki, akinek, akinek ezek a dolgok számítsanak, az, az kapjon kaszára, kapára, és induljon az elnök ellen. Mert én ebben, ebben látom a dolog tragikumát. De most egyértelműen tudjuk, hogy kiről van szó, miről van szó, és én úgy gondolom, hogy a, 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 Harris, a Kamala Harris párt pártoló média, fősodró média mindent meg fog tenni, hogy ezt a dolgot eltussolja, vagy mind minél alacsonyabb profilon tartsa, mert egyszerűen nem lehet semmilyen módon a jobb oldal nyakába párnét. egy egyértelműen a saját táborúból került ki ez az aktivista. És még egy gondolat, hogy elnézést kérek, hogy ma szokásomtól ellentően túl, ellentétben túl hosszan beszélek, de egy egyenes vonalat látok itt a, 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 tüntetések, a George Floyd tüntetések, az egyetemi zavargások és ezek között a merényletek között. Tehát látjuk azt, hogy a nyugati baloldal a szélsóban egyre erőszakos. Lesz. Van egy ilyen stereotípia, hogy az erőszak az a jobboldalnak, a nyugati jobboldalnak a sajátossága, nem? Egyértelműen látjuk azt, hogy a nyugati szélsőgval egyre erőszakosabb lesz, és Magyarországon ezt nem kell. Gondolom nem kell senkinek, mert senkit meggyőznöm erről az antifás támadások után. Hm. Egyébként érdekes ez az egész történet. Ilyeneket nyilatkozott, hogy hajlandó vagyok Krakóba repülni és Ukrajna határábra menni, hogy önkéntesek, önkéntesként harcoljak és meghaljak. Aztán egy 2023-as telefoninterjúban egy amerikai önkéntes harcos lebecsmérlően írt róla egy Facebook üzenetben, amelyet megosztott egy újsággal, és úgy kommentálta, hogy le kellene lőni, szóval elég érdekes. Ami viszont, hogy bár voltak lövések, amikor őt lekapcsolták, akkor nem volt nála fegyver, tehát egyelőre nem világos, hogy most egy magányos elkövető volt, vagy egy csapattagja, vagy hogy itt most mi pontosan hogy történt. Először is nem voltunk ott a helyszínen. Elnézést kérek van itt egy telefon, amelyik becs. Ki kell kapcsolnom. Tehát nem voltunk ott a helyszínen, nem vagyunk tisztában a, 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 a tényekkel. De ha jól értettem, az egyetlen, aki lövéseket adott le, az a titkos szolgálatnak a, a, a munkatársa volt. Tehát, ha jól jól tudom, a merénylő nem nem tudta elsütni a fegyverét. Ebből kapcsolatban nem vagyok teljesen biztos, mert állandóan percenként jelennek meg újabb és újabb információk, de a jól emlékszem, csak egyetlen, egyetlen fél lőtt ebben a támadásban. Lehet, hogy ebből kapcsolatban tévedek. Tomi, javíts ki, hogyha tévedek ebben a kapcsolatban, de, de kétségtelen, hogy az űrge nem, nem tartozik a, a, a bátrabb a, a bátrab merénylők közé, mert egyből elmenekült. E, tehát ha valaki ilyen kijelentéseket tesz, hogy hajlandó harcolni és meghalni, akkor mit vártunk volna el hát, hogy harcoljon és meghaljon, vagy legalábbis megpróbálja, igaz? És láttuk azt, hogy erre igen, a nagy, motivációja volt, ugyanakkor, ami a, a feltűnési viszketegséget illeti, az egyértelmű, a GoPro kamera, meg minden, amit vitt magával. tehát a, a, fiatal ember, mikor elment merényelni, akkor egy lézeres távmérőt vitt magával, ez az NLB holc, az egy GoPro kamerát vitt magával, tehát látjuk azt, hogy a tehát ezek, ezek elég komolytalan figurák, és az nem teszi őket kevésbé veszélyesé, de, de látjuk azt, hogy az emberi kvalitásaik nem a, nem a legmagasabbak mondjuk úgy a mellékeltábra alapján. Ami számomra még érdekes, hogy itt most láthatóan viszont jól vizsgázott a biztonsági személyzet, illetve tehát az megint nagy kérdés, hogy egy 250 méterre golfozó Trumphoz hogy keveredhet oda valaki fegyveresen, de mégiscsak időben sikerült kiiktatni a veszélyt. Így ami a távolságot illeti, hallottam én már 500 métert is, meg mindenfélét, de, de tisztában kell lenni avval, hogy, hogy, hogy mindig van egy távolság, amelyik egy, egy, méterrel túl messze volt. Tehát, hogyha van egy háromméteres méteres kerítésed, akkor valaki mindig tud hozni egy négy méteres létre. Hát, ha négyméteres kerítésed van, akkor valaki fog hozni egy öt méteres létre. Tehát, mint akarok ebben mondani, hogyha a Trump elnök 700 méteren lett volna a kerítéstől, és a, és a, a, a egy mesterlövész előtt volna, akkor azt mondták volna, hogy hogyan kerülhetett ilyen, ennyire közel a, az a, az a merénylő Trump elnökhöz. Tehát van ennek egy határa ezeknek a dolgoknak, és teljesen egyértelmű, sokkal egyszerűbb biztosítani egy olyan golfpályát, amelyik, nem emlékszek pontosan, ugye az elnöknek ez a saját saját golfpálya volt, vagy teljesen mellékes egy golfpálya, aminek van egy, van egy fő, és akkor onnan van egy kerítés. Tehát van egy van a ka, egy határa, tehát egy olyan egy olyan é, é, ingatlanról van szó, aminek a határai pontosan meg vannak határozva, és pontosan tudják, aki, aki átlépi azt a határt, hogy egy eleve megszűrt közönségről van szó, mint egy olyan tömegesemény, mint egy ilyen dzsimburit, egy ilyen, egy ilyen találkozót valahol, ahol a közönség csak bizonyos távolságig van megszűrve, és azon túl már bárki csavarokat, bárki ott lehet. Tehát én van nyilvánvaló, hogy az, az, első helyszín, az első merénylet helyszín egy sokkal nagyobb, sokkal nagyobb szakmai kihívást jelentett a, a, a titkos szolgálat embereinek. Egy ilyen golfpályán gyakorlatilag minden, ami, ami nem fő és nem golflabda, az gyanús. Egy, 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 egy tömegben, egy, egy város, egy város peremén, egy tömegben gyakorlatilag ott minden, ott, 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 ott gyanús, gyanús, dolgokból áll össze az egész tömegnek mindent. minden. Tehát gyakorlatilag minden gyanús. Itt nagyon konkrét dolgok gyanúsak. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy sokkal, kihív, sokkal kisebb kihívás volt, ugyanakkor el kell ismerni azt, hogy példásan, példásan vizsgáztak ebből a a közel-kelettel folytatnánk tovább, 55 rakétát és drónt fogtak el az izraeli légvédelem eszközei még, még hozzá észak iszraelben Szafed városát érte rakétatámadás, és még szombaton történt Libanon irányából. Úgy tűnik, hogy azért a gázai háború és a libanoni konfliktus olyan szempontból összefügg, hogy ha gázában ropognak a fegyverek, akkor Libanonból megjönnek a rak rakéták. Hol tart most ez a történet? ezek a dolgok egyértelműen összefüggnek. Tehát a deklarált célja ugye a Hiszbalának, mind a jemeni husziknak, vagy az iraki és a miliciáknak, meg stb. és még sokan mások, mint a filmek végén, és még sokan másoknak, hogy megpróbálják megtámogatni a hamas ebben a, ebben a háborúban, és körülbelül 24 órával a Hamas támadás, október 7-ai támadás után ők is rázendítettek, mondjuk úgy. Tehát a dolgok összefüggnek, és a Nasrallah úr Libanonban elmondta többször is, hogy Valahányszor, ahányszor kérdezték el, mondta, és, né és néhány alkalommal, akkor is, mikor nem kérdezték el, mondta, hogy ameddig Gázában a háború folytatódik, addig ő se fogja abba hagyni. És két folyamatot látunk Libanonban kapcsolatban párhuzamosan. Az egyik, az egy fokozatos eszkanát. Tehát van egy robotpilóta, ami önmagától eszkalálja a konfliktust. Tehát a támadások egyre inkább, egyre délebre húzódnak Izraelbe, egyre északabbra húzódnak Libanonba, egyre Izraelen belül egyre inkább érnek civil. Tehát 100%-ig civil célpontokat ezek a támadások. A háború elején a hiszbala igyekezett kizárólag katonai célpontokat támadni, most egyre inkább civil célpontokat is támadnak. Tehát látjuk azt, hogy van egy ilyen eszkaláció, ez az egyik trend, és a másik trend pedig az, hogy Izrael arra készül, hogy áttegye a, a, a hangsúlyt a gázai frontról a, a libanoni frontra. Gázában nagyjából a háború befejeződött, tehát a, a, nagy munkák, a nagy munkálatok befejeződtek most. Van még egy olyan 10-15 év, tudom én, a, a, az, apró, az apróját elintézni, de a, a nagy munkálatok gázában nagyjából befejeződtek, és most 10 arra készül, hogy áthelyezze át, át a hangsúlyt a libanoni frontra, és valószínűleg egy, egy, egy teljes háború kirobbanását fogjuk látni e, e, libanonnal. De lassan egy éve tart a háború Hamas és Izrael között október 7-én, és szinte már október 7-ét követően pár héttel később, amikor mi beszélgettünk, mindig kérdés volt, hogy Izrael megindítja e Libanon ellen az akciót. Te már jóval korábban is arra számítottál, hogy igen. Mi az oka, hogy eddig nem, és biztos vagy-e benne, hogy most nem sokára igen? Hát először is én biztosnak lenni, nem vagyok biztos semmiben ebben a, hába, ebben a háborúval kapcsolatban. Mert ez egy olyan ez egy olyan háború, ahol eh, eh, mindig azt szoktam mondani, hogy mikor egy amerikai autóban ülsz, akkor az autónak a kézifékese is amerikai. Tehát ennek a háborúnak a korlátai elsősorban a politikai korlátok határozzák meg, és eh, az amerikai adminisztráció eh, mindent megtett, hogy eh, megpróbálják ezt a háborút minél hamarabb lezárni és ha nem is tudják lezárni, legalább összezsugorítani a háborút, teljesen függetlenül attól, mi Izraelnek az érdeket. Az Egyesült Államok érde, jelenlegi amerikai adminisztráció érdeke az, hogy itt ne legyen háború, vagy ha van háború, minél kisebb legyen, mert ez a háború ez nem jó Kamala Harrisnak. Ezért mindent megtettek, és igen nagy sikerrel Behúzták, behúzták, ezt a kéziféket, és kinyitottak egy olyan ejtőernyőt is, a, mint a vadászgépek utána. tehát mindent megtettek, ami, amiben le lehetett lassítani ezt az izraeli katonai gépezetet, lelassították. Tehát látjuk a, ezt a csendes vagy nyílt fegyverembargót Németország részéről, Izrael ellen, a britek részéről. Tehát gyakorlatilag az Egyesült Államok beindította a teljes aparátust, hogy egyrészt úgy tegye, mintha támogatná 100%-osan Izrael, ugyanakkor praktice, mindent megtett, hogy befékezze ezt az amerikai autót. És most akkor a kérdés az, hogy a, mi lesz erősebb az autónak a motorja, vagy ez a fék? És ugye eközben pedig különböző szíriai akciókról is lehet hallani, és hát hogy számomra itt az összkép szempontjából, ugye egyrészt a huszik támadják Izraelt, ezt tapasztaltam Morvai Péter kollégánk a saját bőrén, másrészt van egy csomófajta akció, ugye Iránnal mintha megnyugodott volna a helyzet, de közben Szíriában pedig izraeli akciók zajlanak, tehát hogy milyen jelenleg a, a biztonsági érzet a közel így, hogy ennyire sok területen zajlik a háború. A dolog igen egyszerű, mindent, amit látunk, ezek iránnak a próbálkozásai, hogy egy, egy hosszú kifullasztó háborúban levigyek ajakra Izrael. Tehát ez az, amit látunk. Minden, ez az egyetlen magyarázat az egészre, és az, Iránnak, az iráni polipnak a csápjai ellen küzd Izrael Libanonban, Szíriában, Irakban, Jemenben, Cisjordániában, és egyéb hat is, és ez, ez ezt látjuk tulajdonképpen. és a, a, az izraeli komando Szíriában, amikor megtámadták ezt a különleges létesítményt, volt elvileg mert eredetileg egy vegyi fegyvergyár volt, utána pedig de, de, de a rakétákat pontosították, tehát buta rakétákat alakították, át, okosan a kétákra mondjuk úgy iráni technológia átadásával. Izrael rajtaütött ezen a, ez gyakorlatilag egy üzemült egy hegy belsejébe vájta ki, talán lehet mesélni egy történetet erről a hegyről is, hogyha valakit érdekel, nagyon érdekes történelme van, és e, 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 az izraeli kommandósok helikopterekkel lecsaptak erre a létesítményre, hazahoztak technológiákat, bizonyos hírek szerint iráni katonatiszteket is magukkal hoztak, mint hadifoglyokat ebből a létesítményből, és utána pedig felrobbantották az egész létesítmény. Most mi az érdekessége a dolognak? Ez a támadás lenne a prototípus annak a támadásnak, amit, amit Izrael-iránban kell végrehajtania, Izraelnek iránban kéne végrehajtania azok ellen az iráni létesítmények ellen, amiket mélyen a föld alatt építettek ki, és amiket nem lehet légibombázással megsemmisíteni. Tehát Izrael itt bebizonyított egy képességet arra, hogy képes rajta hogy egy ilyen föld alatti létesítményen, onnan fölpakolni minden, minden jót, ami szemszájnak ingere, hazahozni, és utána pedig fölrobantani az egész létesítményt. Tehát ez a, ez a, jelentőség ennek a, ennek a támadásnak. Hallgatói kérdésekkel folytatnánk tovább, mert hogy ismét jó sok kérdés érkezett, úgyhogy ezek jönnek most. Nekem Robertsi C. az lenne a kérdésem, hogy ő biztos-e abban, hogy az irániak valóban szállítottak ballisztikus rakétákat Moszkvának. Már korábban is voltak ilyen hírek iránt és, és észak illetően. Elvileg az oroszok egy koreai és nulla ballisztikus rakétát lőttek ki 2024. januárjában Ukrajnára. Ezért gondolom, hogy szerintem ez csak álhír, hogy Ukrajna támadhasson orosz területeket, NATO fegyverek Kell. Robert, mit gondol erről válaszát? Köszönöm, Barnabás. Köszönöm Barnabásnak a kérdést. Én, nyilvánvaló, hogy én nem voltam ott, mikor ezeket, amikor a villás targonca a rakétát, és rápakolta arra a hajóra, amelyik a Kaspi tengeren átszállította Oroszországot. Tehát, hogy az egész tényleg csak egy híresztelés. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy iráni drónoknak az ezrei, az ezreit lőtte ki Izrael, nem bocsánat, Oroszország, talán négyezer vagy 5000 iráni drónt lőtt ki Ukrajnál a 2022 óta. Azt is tudjuk, hogy különböző lőszereknek a millióit szállította Irán, Oroszországnak, a kaspi keresztül, és egyéb útvonalakon keresztül, messze többet, mint amit az Európai Unió volt képes Ukrajnának szállítani. Tehát én azt hiszem, hogy nem, nem egy iracionális gondolat feltételezni azt, hogy... hogy, hogy Szállítottak, tudom én, pántlikát, meg gostornyeletot, szállítottak pörgek alapot is Iránból, Iránból Oroszországnak. Nekem ez nem tűnik egy abszurd elképzelésnek, arról nem is beszélve, hogy ennek van egy technológiai, meg egy katonai racionalitása ennek, a, ennek az iráni importnak. Mi a racionalitása? Először is Iránnak szüksége van a rossz technológiára, a műholdak terén, az atomfegyverek terén. A, a, a katonai high-tech terén látjuk, hogy Oroszország ilyen katonai tudást exportál Észak-Koreába, és látjuk, hogy hirtelen Észak-Korea egy, egy, egy egész szintet ugrott a tengeralattjárói terén, az atomfegyverei terén, a, a balisztikus rakétai terén. Tehát látjuk azt, hogy Oroszország tudásban fizet a hadi anyagért, és Oroszországnak még mire van szüksége arra, amit otthon nem tud előállítani. Oroszországnak van egy szűk keresztmetszete ezeknek a... A kinzsál, a, a, a tudomén a, a, tudom a cirkon, a több, több ilyen a, 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 de hosszú távtott hosszú távolságú csapásmérő eszközeiből csak egy bizonyos mennyiséget tud gyártani. Most ezek gyár-, drága és bonyolult rendszerek, amik 4-500 km mélységben képesek támadni. Egyszerűen egy pár elpazarolni őket olyan ukrán célpontokra, amik ilyen Heimars távolságon belül vannak, amik ilyen 100-150 km távolságban vannak az orosz fronton. És ezeknek a célpontoknak, ezeket a célpontokat sokkal gazdagságosabban lehet támadni ezekkel az iráni balisztikus rakétákkal. Tehát mondjuk azt, hogy van egy sáv, ahová ezek az orosz csiklóbombák már nem érnek el, tehát 50-60 kilométeren túl, és a következő sáv, ami már úgy 500 kilométernél kezdődik, ahova már érdemes bevetni ezeket az orosz különleges csapásmérőeszközöket, közöttük van egy ilyen 2-300 kilométeres sáv, amikre kár elpazarolni ezeket a drága orosz rakétákat, az ideális, az iráni, barisztikus rak rakéták ideálisak ennek a sárnak a támadására. De hát, um, tudom, hogy nem nagyon meg vagy elégedve, hogy az arcodból, az arc kifejezésedből ítélve valamivel. Nem, 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 csak itt már a következő kérdés van előttem, és azon gondolkodok, hogy beolvassam, de beolvasom. Kedves november, okay. Robert, egy kérdésem lenne hozzád, mi a valóság Izrael hozzáállásával kapcsolatban az orosz ukrán háborúban? Olvastam olyan híreket, hogy Izrael miket ad Ukrajnának, és beállt Ukrajna mögé a háborúban. Még azt is látom, hogy napi Tel Aviv-Moszkva repülőjárat van, tehát az izraeli-orosz kapcsolatok is fennállnak még. Válaszát köszönöm sok erőt, üdv, Balázs. Köszönöm szépen, Balázsnak. Én azt hiszem, hogy erről beszéltem kismillió alkalommal erről a kérdésről. Izrael egyértelműen nem állt bele be, be ebbe a háborúba a Ukrajna mögé, és szállítottunk humanitárius segítséget. Én azt hiszem, hogy Izraelnek a, a politikája Ukrajnával szembe kicsit hasonlít a magyar politikához. Tehát, humanitárius segítséget nyújtunk, betegeket fogadtunk, menekülteket fogadtunk, tábori kórház, civil védelmi eszközök, meg stb., de semmi olyat nem küldtünk Ukrajnába, ami, ami pukkan egy nagyot, mondjuk úgy, ami fölrobban. Tehát semmilyen halált okozó harci felszerelés nem küldtünk Ukrajnába, és én azt hiszem, hogy ez egy igen bölcs politika Izrael részéről. Tehát nem kell, nem kell feltétlenül beleállni minden háborúba. Tehát van egy ilyen izgága nyugati politikus típus, amelyik lehet háborút, akkor gyorsan ott állást kell. De akkor sem, ha te... Izrael ellensége beáll valamelyik fél oldalán, akkor sem érzi, hogy Izrael, hogy na akkor mi, meg be a másik fél oldalán? Én azt hiszem, hogy igen nagy bölcsesség Oroszországot nem betolni, te még közelebb, közelebb tolni Iránhoz. Hát a, a, Izrael részéről a bölcsesség é, beazonosítani azokat a pontokat, ahol Irán és Oroszország érdekei ütköznek, ott megpróbálni abban a egy feszítő vasat beledugni és azokat feszegetni, és nem, nem az ellenkezőjét tenni, nem próbálni még közelebb tolni Oroszországot Iránhoz. Ez, ez, egy ilyen igen, igen buta zsigeri választ Tehát mit látunk? Azt látjuk, hogy Irán már régóta könyörög Oroszországnak, hogy Oroszország átadjon nekik fejlett orosz vadászgépeket. Izraelnek ez sikerült késleltetni, tehát minde, mindez ideig ez nem történt meg. Irán igen, hossz, igen hosszú ideje próbál eh, próbál beszerezni modern légvédelmi rendszereket Oroszországtól, és látjuk, hogy ez, ez se még inkább cseppen, mint csórán. Tehát láttuk, hogy s 300-asokat kaptak, de modernebb rendszereket nem kaptak az oroszoktól. Tehát van egyfajta ilyen kölcsönös elrettentés Oroszország és Izrael között ezen a téren, és én azt hiszem, hogy Izrael ezt elég, elég ügyesen játssza ezt a játékot, arról nem is beszélve, hogy a a miniszterelnök elküldte a katonai tanácsadóját Moszkvába egy orosz származású tábornokot, hogy az oroszokkal tárgyaljon, és az oroszok járjanak közbe a Tuszcsere akció tető aláhozásában a Hamászal szemben. Mert látjuk, hogy az Egyesült Államoknak az égvilágon semmi nyomásgyakorló képessége nincs a Hamászra. Az oroszoknak viszont igen komoly, igen komoly ráhatása van a palesztinokra, a Hamászra, Iránra, tehát befolyásuk van, és tehát még ilyen, ilyen szempontból is igen bölcs dolog nem összetépni a babarukát Oroszországgal, ameddig nem muszáj. Egy újabb kérdés, szia Tamás, köszöntök mindenkit. Az elmúlt pár napban felröppenő hírek szerint, mi szerint több autógyár, németek, japánok visszafogják a termelésüket a kereslet visszaesése miatt, ami összefüggésben áll és állhat az orosz ukrán és az izraeli konfliktussal, hogy ez elindíthat egy olyan pánik folyamatot abban a bizonyos nagy tőkés körökben, ami ezen háborúk mielőbbi lezárását eredményezheti, értve úgy, hogy szép és jó a függetlenségi törekvése Ukrajnának és a palesztinoknak, de ha ez az üzlet amely globális szinten, akkor azért annyira mégsem kívánatos. Előre is köszönöm a választ üdvözlettel, Attila. Köszönöm szépen, Attilának a kérdést. De most már azt kéne eldönteni, mit akar a nagy tőke. Tehát ők a halál kalmárai, a kalmárai, akik minden áron fegyvert akarnak eladni, és ezért minél több háborút akarnak kirobbantani, vagy pedig a háborúk annyira, annyira rosszak a nagy tőkének, hogy a nagy tőke meg akar folytani minden háborút. És az igazság az, hogy én nem szeretem ezt a fajta érvelést, de nincsen egy nagy tőke. Tehát vannak különböző körök, vannak különböző iparágak, vannak különböző érdekek, ezek az érdekek ütköznek egymással. Tehát ez, ez, ez a válasz erre a kérdésre. Tehát vannak nem csak, nem csak a nagy tőke, hanem a, nem csak a, 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 big business, a big labor is, a nagy, a nagy szakszervezetek, vagy a nagy munkavállalók szövetsége is, bizonyos konstellációban igenis nagyon érdekeltek abban, hogy háború legyen, mert ez munkahelyeket terem. Ugye arra ugyanez a háború, hogy Attila is igen okosan rámutatott arra, hogy ez más iparágakat viszont károsít. Tehát látjuk azt, hogy különböző a különböző érdekcsoportokat, különböző érdekeket másképp érintenek ezek a háborúk, és ezek az érdekcsoportok aztán megpróbálják a befolyásukat érvényesíteni a politikai döntéshozókra. És a politikai döntéshozók mindig a különböző erőtereknek a vonzásában vannak, úgy lebegnek, mint föld és ég között, mint Mohamed koporsója. Talán ezt tartja őket a levegőben a különböző mágneseknek a, a a, működése, de, de ez van. Tehát én, én azt hiszem, hogy Attila kérdése a legjobb válasz azoknak, akik egy ilyen démoni konspirációs elméletet, én pont -t 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 képeznek el, hogy ezt akarja a nagy tök. A nagy tök mindent akar, épp úgy, mint a nagy labor. A, a nagy szakszervezetek is mindent akarnak. Akarnak munkahelyeket az autóiparban, meg akarnak a fegyveriparban, meg akarnak mindent, meg a, meg a turista, a turisztikában, mindenütt akarnak. Nyilvánvaló, hogy nem lehet minden. Tehát ez a bonyolult világban élünk, ez a válaszom és akkor a mai utolsó kérdés, tisztelt ultrahang, azt szeretném kérdezni Robert Szikesztertől, hogy az arab világ és a muzulmán világ milyen erős külön-külön, illetve együtt, milyen területeken működik együtt az arab és a nem arab, de a muzulmán világ üdvözlettel Balázs. Köszönöm uh, szépen Balázsnak a kérdését, hát ez egy nagyon, nagyon bonyolult kérdés. De mondjuk úgy, hogy a, a retorika szintje nagyon szépen együttműködik. Tehát mind a kettőt van a, az, iszlám, az iszlám államoknak a világa, mondjuk úgy, 1,6 milliárd de ember, ez belül, belül van egy, tudom én, 300 milliárd, 200, nem tudom hány, 300 millió, 200, nem tudom hány millió eh, arab eh, muszlim, nem minden arab muszlim, tehát ebben is tisztába kell lenni, eh, vagy a legtöbb muszlim nem arab, nem, nem minden, a legtöbb arab muszlim, de nem minden arab muszlim. tehát eh, É, a, 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 deklaráció, szintén nyilvánvaló, hogy együttműködnek, és mikor ö, rá kell, rá, föl kell szotjani a magánrepülőgépre, és el kell repülni valahol, ott van egy konferencia, és ott nagy kijelentéseket kell tenni, ott mindenki egyetért. De a gyakorlatban, a politika gyakorlatában ezek az államok sokkal inkább tartanak egymástól, mint az Egyesült Államoktól, vagy Izraeltől, tehát az esély annak, hogy Izrael megtámadjon egy kis arab emírséget valahol az öböl mellett, és elfoglalja, igen, a viszont azt, hogy viszont az, a szomszédai megtámadják és elfoglalják, hogy Irak elfoglalta Kuwaitet az első iraki háború alatt, és még sok más példát lehet mondani erre, az sokkal-sokkal nagyobb. Tehát a, a gyakorlatban ezek e, 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 a, amit látunk, az nem, tehát itt tévedett Huntington, inkább azt mondanám, hogy itt látjuk Huntingtonnak a tévedését. A, az iszlámnak a háborúi nem elsősorban egy másik civilizáció ellen tehát nem azt látjuk, hogy az iszlám, mint egy kegységes civilizáció harcol a keresztény civilizáció, ennem a nyugati kereszténység ellen, eh, hanem inkább azt látjuk, hogy egy polgárháborút látunk az iszlám világán belül, és az arab államokon belül is inkább egyfajta polgárháború, hát inkább, egymás ellen harcolnak. Van egy ilyen civilizációs háborús aspektus is, például a, szanafista szalafista terrorszervezetek is a nyugat között, de, de ott is inkább azt látjuk, hogy ezek a terrorszervezetek elsősorban a saját kormányaikat támadják a mérsékelt alapkormányunkat. Tehát a válasz erre az, hogy amit látunk, az nem egy háború a külső világjend, hanem az iszlám világának a polgárháborúja. Nagyon szépen köszönöm a választ, illetve az egész beszélgetést. Ez volt a korkapcsolás mai adása Robert C. biztonságpolitikai szakértővel, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai Tanácsadóvájával és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatójával. Azért mondom most el a végében, nem emlékszem, hogy az elején elmondtam -e, de Robertnek ráadásul van egy új munkahelye És De szerintem azért elmondtam az elején is, de most akkor már biztosan, -e, hogy elhangzott. Köszönjük szépen, tehát, hogy itt volt. <tosz> Nagyon szépen köszönöm, Tomi. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, búcsúzóul arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra. Nem sokára meg lesz a 192 feliratkozónk is, úgyhogy nagyon köszönjük, ha ezzel is támogatják a munkánkat, illetve szeretettel várjuk majd önöket a soron a következő programjainkon is. Remélhetőleg a jövő héten már be tudjuk jelenteni a rendezvényeik időpontját. Szép napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra, viszont